Budakalász akár pályázhatna a sportos település címre is, ha lenne ilyen verseny, hiszen évről évre egyre több helyi és környékbeli lakos vesz részt a városi sportrendezvényeken. Bár most télire kisebb szünet következik, de az idei tavaszi tófutás és a hétvégi kerékpáros verseny is azt bizonyítja, van igény a sportprogramokra. Most érnek vissza a leggyorsabbak. Tényleg 25 perc alatt, talán, vagy 22 perc alatt tudták teljesíteni a győztesek és a győztes a távot. Úgy látom, hogy nem történt semmi baj, legalábbis itt a szervezők nem jelezték, hogy bármi baj történt volna. Remélem, hogy balesetmentesen érünk vissza ide a kantitanya elé. Hogy látod, mennyire sportos település Budakalász? Hát nagyon. Tavasszal 700 fölött voltunk ugye a futokalászon, most nem tudom hány százan voltunk, még most összesítik a kollégáink, de 600 ember fölött vagyunk biztos. Azt gondolom, hogy Budakalász igenis egy sportos, fiatalos, lendületes település. Mikor láthatunk téged is biciklizni? Én most is tekertem volna, csak kaptam egy defektet, úgyhogy idefelé, és nem akartam mástól elkérni a bicikliét, olyan ciki volt. Tovább bicikliztem én, és jövőre szintén. Tavasszal több mint 700-an vágtak neki az Omsk-tó körüli egy vagy két körnek, és szombaton is megközelítette ezt a Tour de Calais résztvevőinek a száma. Délelőtt 9 órától a Kóskároly művelődési ház parkolójában az óvodásokat és az alsósokat várták kerékpáros ügyességi versenyre. Eközben pedig a körforgalommal szemközti réten gyülekeztek a verseny résztvevői, ahol folyamatosan tájékoztatták az indulókat az útvonalváltozásról. A szervezők szándéka az volt, hogy idén hosszabb útvonalat hozzanak létre, de megváltozott a befutó helyszíne is, mely a városba a gáton vezető kerékpárúton volt. Milyen volt a mai verseny? Hát nehéz. Hosszabb, mint a többi. Mint eddig? Igen. És hogy bírtad? Hát jó volt. Melyik volt a legjobb rész? Hát amikor ilyen egyenesebb volt a rész, és nem voltak ilyen bukkanók meg a földúton is jó volt. És nektek hogy tetszett az idei pálya? Hát jó hosszú volt, sokkal hosszabb, mint tavaly előtt, vagy nem tudom. Lehet, hogy már egy kicsit készülni is kell akkorra. Hát igen. Szoktál sportolni hétköznaponként? Igen, ötusázni jön. Ötusázol? Igen. És miért pont az? Hát mert mindent megmozgat az ember, vagy sokféle. Gratulálunk az eredményhez. Ha jól emlékszem, már tavaly is te nyerted meg a Tour de Calaist. Idén már céltudatosan készültél? Hát megmondom őszintén, az volt a cél, hogy az első volt mindig ez a cél. Hogy ez volt most a második alkalom, hogy összejött, tehát nem gondoltam volna. Most egy kicsit változott az útvonal, hogy tetszett? Mondjuk én örültem neki. Még régen azt tetszett, mikor az utcák közt kellett versenyezni, de az sajnos már megszűnt. Most miben volt más a tavalyihoz képest? Hát végülis, hogy tavat nem kellett szerintem megkerülni, és ki kellett menni egészen a Dunapartig, és utána vissza. Még talán hosszabb is volt szerintem az útvonal egy kicsit.
Egyébként a hétköznapok során mennyire biciklizel? Hát most egy kicsit elpunnyadtam, mert tavaly végül is mentem egy héten háromszor is. Most jó, ha egy összejön. Hogy ment a verseny? Jól. Milyen volt az új pálya? Furcsa. Miért volt furcsa? Hát most jobban billegtünk. Melyik része volt a legjobb? Hol volt a legjobb tekerni? Itt a gátnál. Sokszor szoktál biciklizni? Igen. A verseny biztosításában a városrendészet, a polgárőrség és a rendőrség is részt vett, hiszen a versenyzők többször keresztezték a forgalmas 11-es utat. A rendezvény rendben lezajlott, csak néhány kisebb esés történt, de azt a helyszínen tartózkodó készenléti mentőszolgálat munkatársai ellátták. Miután mindenki visszaérkezett, a verseny az ünnepélyes eredményhirdetéssel végződött. Sportrendezvény Budakalászon legközelebb tavasszal lesz.